kérdés, ne haragudjon, de fölháborító. Nem tudom, hogy értette, hogy önöknek sose. Orvosi kamarának miért kellett megvonni a jogköreit? Nem megvontuk. Felszabadítottuk. A MOK nem lett kiherélve, a MOK saját magát számolta föl. Ki mondta, hogy ez el van lehetetlenítve? Ön olyan lelkesen védi az orvosi kamara érdekeit, meg a betegek érdekeit kell. Én értem, hogy ön, a Telex újságírója, nem hisz a kormánynak, ezt megszoktuk meg. Telex meg nem fog kiratkozni, ne viccelj. De miért nem? Nem válaszolnám csak, hogy több ezer orvos tagjának a szervezet. Engedje meg, hogy én a kollégámnak higgyek, Gyurcsány Ferenc ex-államtitkárával szemben. Miért hívja Gyurcsány Ferenc ex-államtitkárának azt a MOK-elnököt, amit az orvostársadalom választott meg? Ez olyan, mintha Orbán Viktort folyamatosan Soros ösztöndíjasnak hívnám, ahelyett, hogy miniszterelnöknek hívom, mert hogy jelenleg a miniszterelnök, miközben 30 évvel ezelőtt volt Soros ösztöndíjas. Igen, csak Orbán Viktor miniszterelnökként viselkedik, a kamara elnöke pedig úgy, mint Gyurcsány Ferenc ex-államtitkára.